Hello! Üdv a csatornámon! December 17-e vasárnap van. Igazi télies, nyálkás, átfagyós időjárás. Általában szombaton szoktam a videókat elkészíteni és felvenni. Ám most szombaton Budapesten voltam, így a tekerés és videókészítés a vasárnapra maradt. Szombaton verőfényes napsütés volt Budapesten. Még gondolkodtam is rajta, milyen jó lenne kerékpározni. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. De ami már elmúlt, az történelem. Új challenge, SPD cipővel, csúszós kő, lépcsőmászás. De hát a látványért meg kell szenvedni. Ez itt a kert, amit látsz. Ez a kis patakom, nyáron pedig ide jöhetsz majd nyársalni hozzám. Egy dolog egészen biztos, soha többet nem megyek fel télen SPD cipővel a kilátóhoz, alig bírtam lejönni. Szia uram, egy jó kávé érdekel? You're here 'cause you make a difference. So go against the flow. As you and your wild heart sister running further down the road. Let the bullies beg for forgiveness. Keep the punks under the thumb. Let's dance with the dandelions while they sing your song. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer. Az egyik videóm alá kommentelő kérdezte, hogy hogyan zárom le a kerékpáromat. Gyakorlatilag sehogy. Nézd csak! Itt a bejárat. Itt a kerékpárom. És az első asztalhoz szoktam ülni, gyakorlatilag mindent látok. Az a bringázás, ahol nem történik kávéfogyasztás és pite vagy süteményevés, nem is igazi bringázás, az csak fitness. Nagyon hirtelen, drasztikusan leült a levegő, feltámadt a szél, kb. Még egy 20 km-en van hazáig. A következőre gondoltam, március-április környékén fogok szervezni egy szezonnyitó kerékpártúrát, durván 100 km-esre tervezem, az indulási hely vagy Tokaj vagy Mád. Ezt még nem találtam ki. Különböző ellenőrző pontokat kell teljesíteni. Tehát indulás Mádról vagy Tokajból,
első ellenőrző pont Boldogkőváralja, fent a várnál. Következik Erdőbénye, második ellenőrző állomás fent Hidegkút tetején. Erdőbénye után a harmadik ellenőrző pont Bodrogkeresztúr, fent a kilátónál. Nagykopasz hegykerülés, negyedik ellenőrző pont Áldó Krisztus szobor. Ne bízd el magad, ez nem olyan könnyű ám. Ott van egy 22%-os emelkedő, ami fel kell menni. Áldó Krisztus szobor után vissza a közútra, következő ellenőrző pont Szent Teréz kápolna. Lehet volna feltekerni a nagykopaszra is, de sajnos olyan rossz minőségi az út, hogy talán még Montival sem érdemes felvenni. Egy jó DH-bringával mondjuk igen. Végérem neked, ha egyszer megcsinálják az utat fel a hegyre, szervezek oda is egy utat. Jó lenne, ha minél többen lennénk. Szeretettel várom az eseményre a hölgyeket is. Végig jó minőségű aszfalt úton lesz a túra. Aki akarja, lehet egy kényelmes tempóban végignyomni. Aki szeretné, megrakhatja nyílen a távot. A durván 100 km. Szintemelkedésről nem tudok neked mit mondani. Be fogom járni majd kerékpárral a távot. És akkor pontos számokkal tudok majd szolgálni. Hány kilométer, mennyi szintemelkedés. Jó minőségű utak. Olé! Egy jó hangulatú túra lesz, egy úgy készülj, március vége, de inkább április eleje, attól függően, hogy milyen lesz majd az időjárás. Írd bele a 2024-es naptáradba, Zemplén Challenge, további információk hamarosan. Nettó 2 óra 48 perce vagyok úton, épp időben értem haza, tiszta víz már rajtam a ruha, egy percre sem állhatok meg, azonnal elkezdek fázni. Mikor hazaérek, még a bringát is ki kell vakarnom a sárból. Korábbi videókat visszanéztem. Néha értelmező kézi szótár kell ahhoz, amit mondok. Ilyenkor már úgy el van fagyva a fejem, alig bírok beszélni. Olykor még én sem értem, amit mondok. Na de a popszakma már csak ilyen. Vajon ez már riksán milyen hideg lehetett? Ahogy beértem a városba, és a piros lámpáknál meg kell állni, el is kezdtem fázni szépen. Addig már csak 3 piros lámpa van, 3-szor kell megállnom. Végre a Círegyeresbe fordultam, még néhány méter és hazaérek. Köszönöm, hogy velem tartottál a mai filmemben. Ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni. További kerékpáros tartalmakért pedig kövessd a csatornámat. Ciao!